Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket itt az Ajkai Szó online-on. Szombati nap, tehát ismét kosárlabda bajnokság. Női amatőr piros egész pontosan, és a 15. forduló. Az Ajkai csapat fogadja az Eltebeac Új Buda együttesét, és egy kicsit ismét megkésve érkeztünk. És 4-0 az állás a hazai lányok javára. De most próbálkoznak a vendégek is. Több-kevesebb sikerrel, eddig kevesebbel, egy 3 pontos kísérlet, és benn is van. 4-3-ra módosul ezzel az állás. A két csapatnak nagy a tét, hiszen elképesztően jó formában vannak mind a kettő együttes. Az egyik egész pontosan az 5. helyen áll, a másik pedig a 7. helyen áll, a hazaiak az utóbbiba. És mind a kettő együttes egyébként 3 győzelmi sorozattal érkezett ide, és vívja meg ezt a nagy csatát. Az évad elején már találkozott egyébként a két csapat. Akkor az újbudaiak mehettek, vagyis akkor az ő hazai pályájukon volt a mérkőzés, de akkor ők jöhettek le a pályáról elégedettebben. Úgyhogy az ajkai lányok pedig igencsak készülhettek most a visszavágóra. Balsainál a labda. Pap. Tovább. Keresik a részt a lányok, Kalocsai. Kalocsai elindul befele, beadja. És ott van. Pap szerzett találatot. 9-3 az állás. Fekete dresszben egyébként a vendégcsapat. Az ajkaiak pedig a fehér kollekcióban. Szépen játsszák át a másik oldalra, de egy vendégkéz közbeért. Papnak tökéletesen. És büntető. Pap fogja elvégezni. Két dobás. Elsőbe ment. Tapsolnak is a szurkolók, hiszen azért kilátogattak erre a mérkőzésre. És a második. Úgy szintén bemegy. 11-3, egy igen erős kezdésnek lehetünk szemtanúi. Talán nem erre számítottak a vendégek, de az is hozzátartozik a játékhoz, hogy amikor legelőször találkoztak, akkor nem Rónaszéki Szilvia irányította az ajkai együttest, miközben 2 pontot szereznek a vendégek. Akkor még Farkas László irányította az ajkaiakat. De azóta egy edzőváltás történt. Pap. Nem sikerült neki. Amit ki akarnak használni a vendégek? Nagyon szép beindulás. És pontszerzés. Vince szerezte. Kalocsai Balsony. Kalocsai ismét. Pap. Kalocsai. Azt hittem, egy 3 pontosra próbálkozik meg, de nem, csak a csapatársának akarta odapasszolni a labdát. Fogás. 11-7. Elképesztően jó iramú mérkőzés van, és még csak 3,5 perc telt el. Ebből a negyedből, tehát a legelsőből. És a gyűrűről pedig kipattan. És megszerzik a vendégek, de nem tudják bedobni. Sikertelen próbálkozás, Kalocsai. Oldalra. Nem jött össze. Egész pontosan Székely próbálkozott meg vele. Székely egyébként a legmagasabb játékos az ajkai keretben, 188 centivel, és a legidősebb. Hiszen 1983-as születésű. És valamiért nem jön össze.
először, hanem több egyére. Próbálkoznak, de a szerencse pedig nem áll melléjük. Keresik a rést. Megtalálják-e, vagy nem? Nem találják meg, úgyhogy rávállalnak egy három pontosat, ami nem jött össze. Balsai hozhatja ki, Kalocsai. Balsai, Kalocsai. Járatták a labdát. De még veszélyeztethetnek. Kis fegyelmezés is elhangzik itt a pálya széléről, a vendégedző részéről. Kibalog Judit. Ő készítette fel a vendégcsapatot. Balsai. Kulcsár. Nagyon szép játék. 13-7. És erre a találatra még a szurkolók orgánuma is megjön. Hangosabban biztatják csapatukat. Nagyon üresen volt hagyva a vendégjátékos. Papp pedig tökéletesen közbe avatkozott. Székely. Balsai. Kulcsár. Kalocsai, Balsai. Gyönyörű, két pontos. És az első időkérés pedig most zajlik le. Az első időkérésről vissza is jöttünk, és amennyire bele tudtam hallgatni egy-egy edzői szóba, mondatba. Hát a vendégeknél ez elég komolyan ment, hiszen az edző még nem látta így játszani a játékosait, meg is kérdezte, hogy ki az, aki most le akar jönni. Nézzék meg az eredményjelzőt, és gondolkodjanak el egy kicsit. Jogos. De az ajkai csapat pedig nagyon jó, és ez nem vitatható. Nem jó. Jöhetnek a vendégek. Kalocsai harcolt a labdáért. Balsai. Tizenöt hét az állás. Balsai, Papp. Kulcsár. Balsai. A játékvezetők közbeszólnak, és egy csere is lezajlik vendég oldalon.
keresik a részt ismét a vendéglányok. Vagy megtalálják, vagy nem. Ha nem, akkor ebből 3 pontos próbálkozás lehet, de nem. Beindulás plusz 2, 15-9 faragnak a hátrányon. Tehát csökken a differencia két csapat között 6 pontra. Balsai. Balsai kicsit pattogtat, majd tovább Papnak, Paptól Kalocsaiig. Kalocsai beindul. Székely, Kulcsár. Kulcsár is szépen bemegy. 17-9. Vendégpróbálkozás, amely sikertelen, és Kalocsai pedig megszerzi a labdát, és inkább elüti. És egyébként, hogyha így összehasonlítom a két csapatot, mint külső szemlélődő, miközben egy próbálkozás, ami benn is van, 2 pont, akkor egyébként a vendégek pedig sokkal alacsonyabbnak tűnnek, de egyébként meg fiatalabbak is. Tehát utána járva 2001-2002-es vannak teli a vendégek, ami az ajkaiakról nem mondható el, és egy óriási 3 pontos. Takács Emese dobott egy gyönyörűt. Nem tudják a vendégek, hogy mit kezdjenek a labdával. Ránézve a kispadokra, pedig eléggé feszült a vendég oldal. Székely nagyon jól védekezik, de már hagytak egy embert üresen. 19-13, még 6 pont a differencia, és ebből a negyedből van még 1 perc, 17 másodperc. Balsai helyett Csikász volt, bocsánat, Kalocsai. És megszerzik a labdát a vendégek. 6 pontból faraghatnak. Egyelőre még nem sikerült. Hatalmas taktikai párharcok zajlanak itt a pályán. Dobás, lepattant, Kulcsár. Szépen viszi a labdát. Takács tovább, Csikásznak. Csikász eladja a labdát. Most az utóbbi 1-2 percben az ajkaiak nagyon-nagyon eladogatják a labdát, ami nem jó, mert azt kihasználhatják a vendégek. Mint például így. 19-15. Időkérés ismét.
az utolsó 20 másodpercre térünk vissza időkérésből. Aztán megint egy kis pihenő, egy pár szuszonásnyi pihenő. 19-15, tehát összeszedte magát a vendégcsapat. És egy kis zavar a bíró között. Tudom, hogy miért. Talán támadó idő. Talán támadó időt tekerték vissza. Vagy én nem tudom. Kulcsár. Kulcsár, hát itt az ideje. Legalább egy 3 pontossal próbálkozzunk meg. És labdát szereztek. 2 másodperc maradt, és jöhetnek a vendégek. Hát amennyire jól kezdődött ez a mérkőzés, nem annyira folytatódik jól. Hát elképesztően nagy különbségek voltak a csapatok között. De még így is mi jöhetünk le emelt fővel. Az első negyed után 19-15 az eredmény, Ajka javára. Megint akkor egy kis pihenő, és jelentkezünk a második negyeddel. Vissza is tértünk a második negyedre, ahogy meg is ígértem önöknek. Vendégek támadhatnak. Lépéshiba. Vendégek támadhattak. Na. Nézzük. Székely. Takács. Székely. Székely beindul Kalocsaihoz át, Kalocsai dobása pedig nem kitűnő, hisz a gyűrűn pattan meg, és nem megy be a hálóba. De a vendégeknek se, de a kipattanót még eléri. Dobás, és ez is kipattan, most sincs szerencséje a vendégegyüttesnek. Csere. Kulcsár le. Balsai föl. Amit eddig észrevettem.
Takács. Fut, Kalocsa így három pontos kísérlet, és ott is van. 22-15, ez már jobban néz ki. De jobban kéne védekezni, mert pontosan ez lesz. És most az edzők közül pedig inkább a hazai edző az, aki idegesebb, feszültebb. Róna Széki Szilvia. Kettős csere. És nézzük, hogy a büntetővel élnek-e a vendégek. Nem élnek vele. Dúl hagyta ki. Takács Emese, Kalocsai. És nem jó. Pedig ez most nagyon kellett volna, de nem jött össze. Dúl. Ők is megpróbálkoznak egy három pontosra, és össze is jön. Ajajajajajajajajaj. 22-20. Ilyen szoros még nem volt a meccs, csak amikor elkezdődött, akkor bizony 0-0 volt. Kigondolná, ugye? És pontatlan passz. Valami kicsit megakadt az ajkaiak játékában. Kalocsai próbál labdát szerezni, majdnem össze is jött neki. A bírók kicsit összebeszélnek, hogy ez mi is volt, mert nincs nagy egyetértés, se itt, se a nézőtéren, se sehol, mármint itt a csarnokba. Próbálkoznak megnyírést találni. Nem figyeltek oda a lányok. Úgyhogy nem fognak rést keresni, hiszen jöhetnek a hazaiak kifele. Balsai. Takács. Nem jó. Résen vannak a vendéglányok. Takács. Székely. Mellé. És ismét egy csere. Csak most mindkét oldalon. Vendégeknél is. És az ajaknál pedig Székely jön le, és Lendérbe. 14-essel. Nézzük, kinek mennyire megy most. Három pontos kísérlet. Nem jó. Balsai nagyon jól védekezett, és lejárt a támadó idő. Húha. Ez egyébként egy nagyon szép akció volt a vendégektől, de az ajkaiak is szépen helytálltak védekezésben. Na ez innentől fogva egy kemény mérkőzés lesz, úgy gondolom. Balsai. Endér. Rosszul. Ho-ho-ho-ho-ho. Szabálytalan. Támadnak a vendégek. Mindjárt kiderül, hogy mivel záródik a támadás. Talán büntetővel. És így is van.
első gyűrűt se érintette, csak a hát szépen besuhant. 22-21. És a második pedig ugyanilyen szépen bement, és a, amit az első negyedben felhozott az ajkai csapat, ezt a 7-8 pontos különbséget, azt most herdálták el. Ez az remény 22-22. Pap, a saját hangomat nem hallom akkor itt a... Valamilyen romlott a játékba. És nem jó. Egyébként, hogyha a két csapatnak a statisztikáját nézzük meg az idei idénybe, az ELTE az 23 ponttal áll a tabella 5. helyén, még az ajkaiak 21 ponttal a tabella 7. helyén. Sokkal többet dobott egyébként az ajkai csapat, és sokkal kevesebbet is kapott. Erről mindjárt bővebben. Papnak nem jött össze. Megint támadhatnak a vendégek. Kipattant a gyűrűről a próbálkozással a vendégcsapatnak. Balsai pedig labdát szerez. Hozzápattant. És hatalmas szünet van az ajkaiaknál, tehát ebbe a negyedbe szereztek pontot, talán 2-t. A vendégek pedig 7-et. Elnézést, statisztikát megnézve, 3-at dobtak eddig. 4 perc. Több mint 4 perc alatt. Hát ez nem valami biztató. Pedig nagyon jól indult. Takács. Lendér, Takács. Takácsnak nem jön össze. Ismét támadhatnak a vendégek. 22-22. Mekkora taktikai párharcoknak lehetünk szemtanúi, kedves nézők. Kulcsár fogja az emberét. Nem jött össze a labdaszerzés, és lejárt az idő. Tehát az előbb, amit akartam mondani, hogy az ajkaiak eddig 976 pontot, vendégek 906, persze nem ezen a mérkőzésen. Négy meccsen. A kapások terén pedig az ELTE 877-et kapott, az ajka pedig 827-et. És próbálkozás megint kimaradt. Hiába. Most az ajkai lányoknak kéne valamit produkálni, mert 6,5 perc alatt ez a 3 pont, ez nagyon sovány, elképesztő módon sovány. Gyerek következik. Vendégeknél. És 2-s. Pontosan. És bejönnek az ajkaiak, úgyhogy itt az idő plusz pontokat szerezni. Székely kimarad első. A második reméljük bemegy. A második az bement, csont nélkül. Vendégek próbálkoznak.
Vagyis inkább gondolják ki először a taktikát, hogy mit hogyan csináljanak. Eddig jól működik. Jól működött. Jöttek az ajkai lányok. És most ki lehetne egyenlíteni vagy szépíteni. Egyenlíteni csak egy három pontossal lehetne. Takács, Lendér. Takács. Ott van, gyönyörű. 25-24. Időkérés ismét. Szünetről visszatértünk. 27-22 az állás. Elnézést, én az előbb valamit elnézhettem, vagy elmondhattam. És 25-24-et mondtam, nem tudni, hogy hogyan. Vendégek nagyon nyomnak, nem jön össze nekik. Balsai Kulcsár. Megpróbálkozunk egy három pontossal, és ott van. Harminc 22 a hazaiak javára. Elképesztően izgalmas a másik negyed utolsó pár perce megint. Amennyire rosszul kezdődött, annyira jól folytatódik most. Csak összekevertem magamat a számokkal. Remélem most nem fogom, mert marad a vendégeredmény 22. Sajnos nem, mert 23. És a második pedig kipattan, és megszerezték Lendértől a labdát. Pontos próbáltak dobni a lányok, lepattanót összeszerzik ugyan még a vendégek. És a bíró pedig még föl is mossa az izzadságot. Ne legyen annyira veszélyes a játéktér. Vagy ahogy az előbb láthattuk, inkább küzdőtér. 30-20. És remélem, hogy most jól mondom az eredményt. Mert az előbb egy teljesen más világban élhettem. Balsai. Pedig ott egyedül mehetett volna be. Lendér. Kulcsár. Gyűrűről pedig
tovább pattan, hát ez hihetetlen. És közben pedig egyébként a vendégek edzője, Balog Judit pedig a bírónak reklamál, hogy hányszor lehet még könyökölni az ajkai játékosnak. Valójában egyszer se lehetne, de hát ez egy ilyen sport. 40 másodperc a második negyedből, és az ajkai lányok pedig 30-23-ra vezetnek. Próbálkozás nem jön össze, egyenlő marad a 23 pontja a vendégeknek. De össze kéne szedniük magukat, hogyha még versenyben akarnak maradni, és ez is kipattan. Ma nagyon nincsen szerencséjük itt ajkán. Pár másodperc maradt hátra a meccsből. Tíz másodperc. Hat, öt, és egy próbálkozás, és ott van! Takács, mekkora! Három pontos, ha jól láttam. 33-23. Na, egyet végre igen csak összeszedte magát az új csapat. És 33-23-mal vonulhatnak egy kis hosszabb pihenőre. És jövünk is utána a harmadik negyeddel. Amint megígértem, vissza is tértünk a harmadik negyedre. Az állás pedig 33-23 az ajkai lányok javára, az ELTE Beac Újbuda ellen. Az első negyedben elmondtam, de aki akkor még nem lett volna itt, nézőink sora között, annak elmondom ismét, hogy ez a 15. forduló az ajka. A bajnok 7. helyén, még a vendégek a bajnokság 5. helyén állnak. És ez a két csapat már találkozott ősszel. És akkor a Beac, tehát az ELTE Beac Újbuda játékosai távozhattak mosollyal. Nem nagyjal, de azért mosollyal, hiszen 66-65-re megverték az ajkai lányokat, de hozzátartozik az igazsághoz az is, hogy akkor még Farkas László irányította az ajkai csapatot, most pedig már Róna Széki Szilvia. December óta tudtommal. Balsai. Kulcsár. Pap. Kalocsai. Nem jött össze. Is a vendégek próbálhatnak ledolgozni a hátrányon egy keveset. Szép nagy dobás, akár csak egy hajítógép, és egy rossz dobás. Ennek okán pedig jöhet az ajkai csapat. Még Papp a földön fekszik. Székely pontot akar szerezni, vagy szereztetni akart Kulcsára, Kulcsár pedig Balsaival, Balsaitól pedig Kalocsaiig megy a labda. Székely. Gyönyörű, plusz kettő.
Szép, szép, szép. 35-23-ra vezetnek az ajkai lányok. Remélem most jól mondom. Balsai. Székely. Kulcsár. Kalocsai. Három pontos vonalánál, de nem dobja el. Székely. Gyűrűről pattant le. 9-8-7. Kulcsár. Balsainak ezt... Új. Ez pedig egy hatalmas esés volt. De hál' Istennek nincsen sérülés. Hát ezt nekem fájt nézni. Meg hallani is a koppanást. Büntető. És 2. Az első gyűrű. És a második. Az pedig gyönyörűen végig suhan a hálón. 36-23. Ra módosul ezzel az állás, ezzel a büntetővel. Vince. Tóth. Tóth tovább. És Kovács. Pedig büntető dob. És ki is hagyja. 12-es Tóth. Nála labda. Nem tudnak most egyelőre mit kezdeni, mint hogy kicsit lefagytak volna a vendéglányok. És meg is szerezték az ajkaiak. Kulcsár. Kalocsai. Kulcsár. Nem jó. Gyűrűről kipattant, de Pap még elment a labdáért. Kalocsai. Felé tartott a labda, de elvették tőle a vendégek, és próbálkoznak, és megint nem jön össze, megint ilyen szerencsétlenül indítják a harmadik negyedet a vendéglányok. Pap számára az pedig túl nagy volt. Bejött Csikász az ajkaiakhoz. Székely pedig labdát szerzett. És be is dobja. Járatják ismét a kosárlabdát a lányok. És rontásra kényszerítették az ajkaiak a vendégeket. Úgyhogy ebből még ajkai helyzet is lehet. Karocsainál a labda. Balsai. Székely. Csikász, és ott van. Hú, de jól kezdik ezt a negyedet. Negyven, 25. Büntető. És a gyűrűről pedig kipattant. És
Pelicans büntetője, de még az ajkaiaknál marad a labda. Kalocsai nem jó, de visz, vagy a lepattanóra még ő is tudott rámenni. Valsai. Kulcsár gyűrűről pattan ki a labda. Ő marad 40-25-ön az állás. És ez a legnagyobb differencia mai nap a két csapat között. Az első negyedben 19-15 volt az ajkaja, már a másodikban 14-8. És lássuk be, az a 8 az édes kevés, de most a vendégek 8-asa pedig javíthat ezen, hiszen büntetőt dob. Az elsőt nem sikerült bedobnia. Második pedig bemegy. 40-26. És ha jól látom, egyébként az ajkaiak még cseréhez is készülődnek. Takács fog beérkezni. És Kalocsai ment le. Kulcsár. Szék. Kulcsár. És megint kipattan, hihetetlen. Csikász. Balsai. Három pontos. Ajj, majdnem, hogy jó volt. Vendégek 8-asánál a Vince. Vince dob. És be is ment. 28 pontja van jelenleg az Elte Beac Újbudának. Székely pedig nagyszerűen szerzi a labdát. Vagyis inkább nagyszerűen fedezte. És ebből a negyedből pedig még hátra van 3 perc, 37 másodperc. Az állás pedig 40-28. Székely. Forog ide-oda. Kulcsár. Kulcsár nagyon szépen átjátszott a Takácsnak. Takács rávállalja, nem jó. Kipattan, irány visszavédekezni, lányok. Vincénél a labda. Hát egyikről a másikra. És egy nagyon rossz dobást láthattunk a vendégek kettesétől, Györgytől. Egyébként vendégek, miközben dobnak egy büntetőt, egész pontosan a 19-es Kovács, az elsőt bedobta, 40-29, a másodikat pedig kihagyta, tehát marad a 40-29. Mit mondani akartam, hogy lassan vége a harmadik negyednek, 3 perc van még hátra, és nem láttam még olyan mérkőzést, ahol több mint 2,5 negyedet követően az egyik csapat ne szerzett volna 3 pontos találatot. És ez se olyan. Pedig majdnem el is néztem ezt is. Miközben próbálkoznak a vendégek. A vendégeknél 2 darab 3 pontos jött eddig össze. Még az ajkaiaknál pedig 4. És a legtöbb 3 pontos pedig Takács Emese dobta, miközben Kulcsánál a labda. Csikász. Csikász beugrik, szép. Nagyon jó. De
42-29. Hatalmas találat. És itt egy hárompontos vendégrészről. Kellett nekem az előbb mondani, hogy alig van nekik. Székely. Takács. Balsai. Hárompontos kísérlet. És kipattan. Ezt ki kell védekezni. És ki is védekezték a lányok nagyon szépen. Takács. Kulcsár. Székely. Három pontos. És ott van. Nem három pontos. Kettőnek adták meg, hogy a bírót elnéztem. Nem, ez három pontos volt. Helyes. Megint egy kis időkérés van. Egy kis szusszanás. És kevesebb, mint egy perc maradt hátra az utolsó előtti negyedből. Az állás pedig 45-32 az Ajka javára. Szünetről visszatérve, bár egy perc múlva megint az lesz, támadhatnak a vendégek. Nézzük, mennyire van résen az ajkai védelem. Egyenlőre nem annyira, de most pedig, amikor kell, akkor pedig igen, akkor pedig jól működik minden. Takács. 45-32. Csikász. Takács. Kalocsai. Remélem ezt önök nem hallották. Egy-kettő költői kérdés elhangzott. Ez egyik játékos szájából. Kalocsai Takácshoz. Gyerünk. 10 másodperc maradt hátra most a meccsből. Nagyon jó lenne két pontossal zárni. Pap pedig nagyon szépen megpróbálta elvenni onnan a labdát, de nem sikerült. 5 másodperc. 4, 3, 2, 1. És nem sikerül javítaniuk. Tehát a harmadik negyed végén 45-32 az állás, és ez pedig azt jelenti, hogy nagyon jól vághat neki az ajkai csapat az utolsó negyednek, és sorozatban a negyedik győzelmét is elérheti. Rövid szuszanás, és itt vagyunk.
utolsó negyedre visszatérve, 45-32-es állásnál ajkai győzelem a láthatáron, de nem szabad elkiabálni semmit se, hiszen a sportban bármi megtörténhet, és néha az a baj meg is szokott történni, mint például most. Egy óriási három pontosat dobtak a vendégek, így a két csapat között 10 pontos a differencia. Csikász. Egyébként nem mondtam, de ezen a meccsen ért el bajnokságba az ezredik pontját az ajkai csapat. Gratula ez az eredményhez, és még több ezrest kívánunk. ...45-35, és most pedig egy picit akadozik a játék. Balsai. Csikász. 3 másodperc támadó időből, és nem jó. És amit hallhatják, a drukkerek is egyből rákezdenek a szurkolásra. Főleg így a végén, amikor egyre jobban érződik, hogy nagy a tét. Tabellán ez egy-két helyes előrelépés jelenthetne az ajkai lányoknak. Tudtommal. És elsőre rontottak a vendégek, de még mindig náluk van a labda, ami nem jó. És ajkai támadás, Takács gyűrűről kipattan. És ha jól láttam, Papnak a torkához ütöttek. Köhétsel is egy kicsit, de visszament és azonnal küzdött érte. Hú, szegény Pap most aztán kapja. Kapja rendesen az ívet. Reméljük nem történik semmi. Mármint, hogy semmi sérülés ez a meccsen. Elég volt látni egy nagy esés, de abból nem lett sérülés, hiszen a labda most Balsainál van, és ő esett egy nagyot. Pap. Nem jó. De Csikász pedig megmenti a helyzetet, és betalál. 47-35. Következik. A vendégek dobhatják. Egész pontosan dúl. Kimarad az első. Az ajkaiak. Márkikhoz is hasonló sikert kívánnak. És össze is jött az ajkai. Kívánság. 2 büntetőből, 1 sem menve. És ez pedig már lépés miatt lefújták. Balsai. Székely, Balsai. Kalocsai. Csikász is kérte benn középen, egyelőre még nem találta meg Kalocsai. Oj, de szépen játszották! Hú, Kalocsai és Csikász nagyon szépen összejátszott.
Szerintem ennek az akciónak örültek itt legjobban a stadionba, vagyis a csarnokba, elnézést. Ez volt az eddigi legkidolgozottabb és legszebb akció a mérkőzés folyamán. És ha jól látom, ismét büntető. Ismét a vendégeknek. 16-os angyal áll oda. Az elsőt tökéletesen bedobja. Farag a hátrányon. 49-36. És a másodikat pedig úgy szintén bedobja, a 49-37. 12 pont a különbség. Balsai. Székely. Tizenkettes Tóth. Tovább játsza. És egy hárompontosan próbálkozott angyal, de nem jött össze. Balsai, Kalocsai. Takács, Székely, Csikász. Csikász megpróbálja, aj! Nem jött össze. A mai teljesítményeihez ezt teljesen el lehet nézni. Tehát eddig 110%-ot nyújtott, most ezzel a kiadott helyzettel csak 100-at. Dobás, és éppen hogy csak kipattan. Megint egy-két csúnya szó hagyta el most a vendégpadot, amikor kipattant a gyűrűről a labda. De attól, hogy még ezt azt mondják, attól ez még nem fog bemenni. Játszani kell, megint szép játék, Csikász ott van, Balsai dobta oda neki. Csikász pedig gyönyörűen fejezte be az akciót. Elképesztően nagy játék. 51-37. És még 5 perc van hátra a mérkőzésből. Takács. Talán büntető. Ebben reménykedtek jó páran. Többek között én is. De nem büntető lesz. Kalocsai dobja be. Balsainak. Székely Horváth. Kalocsaihoz pattan nagy szerencsével a labda. Kulcsár. Áj, az pedig pontatlan labda volt. Balsai Rita nem tudta bent tartani. Kalocsai megy oda zavarni. És kiadott helyzet. Balsai. És Kulcsár tökéletesen a szélen indult meg. Labdát is kapott Balsai. Oldalról jönnek az ajkaiak. Négy perc maradt hátra a meccsből. Balsai. Kalocsai. Balsai. Rita. Kulcsár pedig nem ért el a labdát. Kissé pontatlan volt, az tény. Tizenkettes Tóth. 16-os angyal, és nem jó. 3 perc 44 másodperc maradt hátra a mérkőzésből.
és az ajkaiak zsinórban negyedik győzelmükhöz vannak eléggé közel, hiszen 51-37-re vezetnek, eddig 51, hiszen most ők is támadnak, növelhetik a differenciát, az előnyt. Vagy most éppenséggel ledolgozhatja a vendégcsapat, hiszen lépéshiba. Büntető. Vince készülődik. Az elsődbe is dobja. 37-ről módosul a pontjaik 38-ra, de még fölmehet az 39-re is. Így is lett. 51-39. És közben pedig kissé kikelt magából a vendégedző. Játékosai úgy érzem, hogy nem teljesítenek magukhoz megfelelően. Vagy nem tudják azt mutatni, amire valójában képesek. De hát a labda gömbölyű és bármi, bármikor megtörténhet. Székely horvát. Balsai ismét. Székely horvát, Kalocsai 3 pontos próbálkozás, és lepattan a gyűrűről. Pont amikor lejárt a támadóidő, 2 perc, 30 másodperc maradt hátra a mérkőzésből. És pontatlan lehet támadni. Az ajkai lányoknak. 4 másodperc. Nem jó. Balsai megmenti, de hát erre a többiek nem nagyon számítottak. Kipattan. Pontosan. Balsai kezébe. Székely horvát nem jó, de Balsai Rita pedig megszerezte a labdát. Takács Emese, Kulcsár. Egy perc, 35 másodperc maradt hátra. És szerintem ilyen kevés pontot még nem dobott az Elte Beac. Talán aki jobban tisztában van a csapattal, az tudhatja biztosra. Egy perc, 27 másodperc maradt hátra. Meccsből arra, hogy a vendégek lefragjanak a hátrányból, vagy az ajkaiak jobban elhúzzanak. És egy kicsit áll a játék. Bírók beszélnek össze. Figyeljtek, ha letámadás lesz, figyelj! Dúl hagyta ki az első büntetőjét. Dúl másodjára. Nem jön össze, tehát dúl, nem dúl az örömtől. És jöhetnek az ajkaiak. Takács Emesen nagyon jó, Kulcsár, próbálkozás Balsaihoz. Egy perc, 7 másodperc.
51-39. Székelyhez ment. És ez már nem ment be. Kalocsai. Székely horváthoz. Bemegy, bemozdul. Rosszul passzolt. De attól még az ajkaiaknál marad a labda. Egy percen belül járunk, és 8 másodperc maradt a büntető időből. Uha, már én is el vagyok veszve a támadó időből. És irány vissza védekezni. Időkérés. Na, ezt már tudom, hogy miért. Mert megbeszélni valójuk van. Megpróbálok addig belehallgatni. Időkérés lezajlott. Túl sok mindennel nem lettem okosabb. De most a szurkolók azzal okosabbak lettek, hogy ezzel bebiztosította Balsai Rita a győzelmet az ajkaiaknak. Úgyhogy itt már biztos a negyedik győzelem. 35 másodperc alatt még hátra a meccsből. Takács. Székely horvát. Takács. Kalocsai. Székely horvát. 3 másodperc támadó időből. Takács elvállalja. Nem jó. Majdnem. És 10 másodperc maradt hátra. 53-39 az állás most. És zúg a szép volt lányok. Úgy gondolom ezt önök is hallják. Gondolom beszűrődik az atmoszféra. És itt a vége. 53-39-re győzött az ajkai csapat. Zsinórban 4-1-ére. És az Elte Beac Újbudát pedig megverték. Az első meccsen nem így sikerült, de a visszavágón pedig igencsak nagy vereségbe futott bele a csapata. Hogyan látja az elmúlt 4 negyedet? Az elmúlt 4 negyed nem a mi játékunk volt, mint ahogy ez a mai nap sem úgy tűnik, de ilyen a sport, egyszer fent, egyszer lent, viszont szépen játszott az ajka, úgyhogy gratulálok nekik ezután. Minek köszönhető ez az eredmény, ez a csapatjáték? Azt hiszem, ez a mi dolgunk, ezt megtalálni az okokat és ez ellen tenni, úgyhogy nem szeretnék kifogásokat keresni. Ez van, ez ma egy ilyen nap van. Zsinórban 3 győzelem után egy vereség, ez így még jobban fáj önöknek? Nem, ez ugyanúgy fájt volna, hogyha 10-et nyerünk előtte, vagy ha 10-szer kikapunk. Tehát ennyire rosszul jött ez a mérkőzés önöknek? Mármint sorrendben, vagy nem értem a kérdést? Hát nem épp a sorrendre gondoltam, de hogy, gondolom úgy utaztak ide, hogy pozitív
élményekkel fognak gazdagodni? Én azt gondolom, hogy mindenki minden mérkőzésre úgy megy oda, hogy meg szeretne nyerni a meccset, tehát nyilván szerettünk volna nyerni. Nem sikerült, fájó volt, mert 39 pontot dobni, vagy nem tudom mennyi lett a vége, azt hiszem annyi, az ma is fájó, jövő héten is, meg múlt héten is fájó lett volna, tehát semmi nem sorozat kérdés, nem annak a kérdése, hogy kivel játszottunk, vagy hogyan, egyszerűen szörnyen játszottunk, és ez fáj. A játékvezetésről mit mondana így utólag? Azt, hogy teljesen normális volt, nem emelném ki, nem foglalkoznék vele. Köszönjük szépen! Újabb nagy győzelem Ajka számára, a zsinórban negyedik. Hogyan értékeled ezt a mérkőzést? Na, azt gondolom, hogy most már kezd rendszeresé válni az, hogy meg tudjuk valósítani azt, ami két hónapja dolgozunk. A védekezésben az, hogy NB1-es játékosokat, mert végül is itt akik játszottak, azok játszanak A csoportba, és 39 ponton tartunk, ez azt gondolom, hogy nagyon jó, és ez azt mutatja, hogy fejlődünk a védekezésbe. Már támadásban is voltak nagyon-nagyon szép jeleneteink, ott még azért, még mindig azt gondolom, hogy azért hiányzik az egy irányító, de kezdjük átvenni nagyon okosan azok, akik vannak, és nem irányítok az irányító posztot, és nem bonyolodunk feleslegesen labdavezetésbe, és ez ezáltal jól működik a támadásunk is. A második negyedben azonban följöttek Egára a vendégek, akkor egy kicsit nem ijedtek meg? Azt gondolom, hogy persze ilyenkor mindig az van, hogy valami mégsem működött, gyorsan kértem is egy időt, és megint egy kicsit keményítettünk a védekezésen. Vagyis igazából nem az, hogy keményítünk, hanem a jobb helyezkedéssel nehezebb dobóhelyzetbe jutatjuk az ellenfelet. Ami az első fél időben gyenge volt, hogy a támadó lepattanót sokat tudott szedni az ellenfél, nem nagyon voltak kizárások, de a második fél időre ezt is abszolút visszacsökkentettük, és még kevesebb kosarat kaptunk. Gratulálok a csapatnak, és jó ünneplést kívánok! Köszönjük szépen!